Lakókocsi a pécsi Fürdő utcában. Szabaduló szobának rendezték be a járművet a holland rendőrök. Így mesélnek el egy történetet a feladatokon keresztül. Ez egy lánynak a története, amit megismerhetünk itt 10 percben, amiről mesél. Nyilván ez egy szomorú dolog, meg a híradásokban is azért lehet hallani, hogy visznek el lányokat, fiúkat ilyesmi munkára, úgymond. Át kell gondolni, hogy mi mit tehetünk az ügy érdekében, hogy megállítsuk adott esetben. Nagyon fontos, hogy egy ilyen társadalmi problémára felhívjuk a figyelmet, mint például ez. És hát nagyon elkeserítő, hogy napjainkban ilyen megtörténhet. És alapvetően ez a játék, ez pontosan erre egy jó dolog, hogy a szélesebb körben megismertessük ezt a problémát. Mondja ez a két érdeklődő, akik kipróbálták a szabaduló szobát. A történet egy olyan magyar lányról szól, akit elraboltak otthonról, és prostitúcióra kényszerítették külföldön. A játékosoknak ebből a lakóautóból kell kiszabadulniuk, feladatok megoldásával jutnak közelebb ehhez. Végül elnyerik a szabadságot, mint ahogyan a történetben szereplő lánynak is sikerült végül. Így mutatják be az emberkereskedelem világát. A szabaduló szoba, a szabaduló busz a szexuális kizsákmányolásra koncentrál, és egy valódi megtörtént eset alapján próbálja ezt rekonstruálni, de ennél sokkal tágabb a spektrum. Beletartoznak gyermekek mindenféle kizsákmányolása, akár a modernkori rabszolgaság, illetve bármi, ami a személyi szabadság korlátozásával és elvonásával jár, fogságban tartás bármilyen okból, tehát hogyha belemegyünk ennek a problémának a mélyére, akkor azt látjuk, hogy messze túlmutat a szexuális kizsákmányoláson. Senki nem tudja, hogy valójában mekkora problémáról is van szó, hiszen nagyon magas a látencia az emberkereskedelem területén, sok eset marad rejtve, tudtuk meg a jogi kar vezetőjétől. A holland rendőrség lakóautója az egyetemi karon alakult emberkereskedelem elleni kutatócsoport meghívására érkezett hazánkba.